A Szombathelyi Kötélugró Klub első komolyabb sikereiben tevékeny részese volt Tóth Alexandra, aki több Európa és világbajnoki érmet szerzett pályafutása során. Világcsúcs tartóként vonult vissza, Londonban programszervezőként dolgozott, 2008 tavaszán tragikus körülmények között vesztette életét. Azóta egykori edzői és egykori társai versennyel őrzik Sasa emlékét. Ez egy hagyomány sajnos, mert olyan apropója van, aminek jobb lenne, ha nem lenne. Nyilván akkor, amikor egy olyan versenyzőről beszélünk, akiben nincs köztünk, ez egy szomorú esemény. Bár a mostani gyerekek, akik részt vesznek a versenyen, ők nem is ismerték, hiszen akkor még meg sem születtek, amikor ő már meghalt. Úgyhogy ez a 16. ilyen rendezvényünk. A vízöntő utcai tornacsarnokban ezúttal nem mestertornát rendeztek, hanem házi bajnokságot, így valamennyi kötélugró megmutathatta tudását. A kiváló hangulatú rendezvényen különböző kategóriában bizonyítottak a gyerekek. A Sasa emlékverseny egyik legfontosabb állomása a gyorsasági erőpróba volt. Az egykori rekorder 30 másodperces gyorsasági futamán 94-szer ugrotta át a kötelet. A szombathelyi erőfelmérőn 72-es teljesítményre volt képes Horváth Sára, aki komoly célokat tűzött ki az idei évre. Tavaly kijutottam az országosra, ott 5. lettem, és szeretnék be vagy a dobogós helyezést elérni. A szombathelyi kötélugrók a Sasa emlékverseny után sem pihenhetnek, hiszen részt vesznek a Kunszentmártoni országos versenyen, és több hazai, valamint nemzetközi erőpróbán is nagy közönség elé állnak majd.